Azért nem volt még ebben a hónapban videó, és tudom, hogy nem kell magyarázkodnom, de azért nem volt még a májusi hónapban videó, mert felújítottunk, munkások voltak a házban, itthon volt dolgom, utána pedig elkaptam valamit, és ezt hallhatjátok a hangomon. És tényleg bocsánat érte, nem akarok várni a következő hónapig a teljes gyógyulásra. Úgy voltam vele, hogy hatodik haszakad én, én, 20-a után, vagyis ma, felveszek egy videót, amit már több mint három hete tervezek. És még egyszer bocsánat a hangomért és az esetleges orhangomért, nem tudom, mit nyeltem be, remélhetőleg már a következő videóban rendben leszek. Én bevallom őszintén, hogy én sosem rajongtam úgy nagyon igazán egyik világsztárért sem, és ez most sincs másképp, és nem is ezért készül ez a videó, és szégyen vagy nem szégyen, én most egy Britney Spears számot sem tudnék mondani. Kár lenne tagadnom, hogy ez valahogy nem az én világom, viszont az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak és ezért is foglalkozunk most vele mi is, foglalkoznak Britney spears szel hisz nagyon furcsa dolgokat oszt meg magáról, bármint amit megoszt, mindenben van valami furcsa. Olyan, mint hogyha nem is ő lenne a saját videóin, mint hogyha egy zöld háttér előtt táncolna és beszélne, nem is az ő hangja hallható a felvételeken, és a viselkedése pedig, hát lehet, hogy nem ártana neki egy pszichológus. Legalábbis majd mutatok egy-két felvételt, és ilyet egy harmonikus, egy kiegyensúlyozott ember ilyet nem csinál. Megnézzük a Britney Spears körbelengő elméleteket, megnézzük az általa feltöltött videókat, amelyeket persze elemzünk is, és utána pedig én is elmondom, hogy én mit gondolok erről a hová tűnt Britney Spears jelenségről. Mint azt már mondtam, én kb. két-három hete figyeltem fel ezekre a videókra, és én sem tudtam úgy nagyon hová rakni őket. Én nem követtem őt soha korábban, nem láttam egyetlen egy videóját sem korábban, nem tudtam, hogy milyen a személyisége, milyen a viselkedése. Azt gondoltam, hogy a sztárok életesen mindig fenékig tejfel, és bele tudnak ők is őrülni a jólétbe. Ez volt az én első gondolatom. És annak érdekében, hogy mindenki megértse, hogy ebben a videóban miről is lesz szó, annak érdekében, hogy mindenki megértse, hogy mi ez a Britney Spears, hová tűnt Britney Spears jelenség, kezdjük el ezt a videót egy Instagramra feltöltött Britney spears videóval, és sokan értetlenked válnak e videó előtt, e videó felett, és azt kérdezik magukban, és én is azt kérdeztem magamban, hogy Na, ez meg mi a franc? És hogyha mindentől elvonatkoztatunk, és elvonatkoztatunk attól is, hogy ő egy világsztár, akkor tényleg olyan, mintha egy betegembert látnánk egy bezárt szobában. Megmutatom, azután pedig beszélünk róla. You two can play Twister, too! You can pop that booty with Jello! You can always buy her candy, too. There's Sweethearts, there's Kit Kats, there's Mars, there's Twix, there's Hershey's, Walk um, around and do a campfire. And go, there? この go, go, Baba! Hey. Hoop that is. Hoop that is. Hoop that is. Hoop that is. Shaka, 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 shaka. Do I have anything in my teeth? írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a videóról, de nekem volt egy nem is nyomasztó, hanem inkább egy olyan érzésem, hogy nem értem, hogy mi történik, vagy hogy mi az, amit látok. A mondatokat sem igazán tudtam, hogy nagyon hová tenni. Egymás után jöttek az értelmetlen szavak és mondatok. Egy kis tánccal, sikitozással, ordibálással, indián hangjelzéssel, majd egy műfenyő bemutatásával. Én teljesen nem értem, amit látok. Lehet, hogy túl maradi vagyok, de ez nekem, ez nekem magas. És azért is kezdtem e videó bemutatásával, hogy szemléltessem, hogy mi az, ami sokak szerint nagyon furcsa Britney Spears viselkedésében. Hát ez. De erről majd még később beszélünk. Terjed egy videó a neten, magyarul is, persze angolul is, ahol Britney egyik táncos videóját elemzik, és hogyha képkockáról képkockára nézzük, akkor több furcsaságot is felfedezhetünk rajta. Például azt, hogy itt az egyik pillanatban, mint mintha nem is Britney szemét, szemöldökét láthatnánk, olyan, mintha egy teljesen más ember bújna meg emögött vagy ez a filter alatt. Van itt egy sárga virág itt a jobb sorokban, és ez is, mintha egyik pillanatról a másikra tűnne el. Az egyik képkockán még ott van, a következőn pedig már a sárga virágnak nyoma sincs. Britney Spears egy vágást között gyorsan hátrament a kertbe, és kigazolta ezt a csúnya virágot, vagy mi lehet a háttérben? Nem hiszem, hogy Britney milliárdosként miközben itt táncik áll a kertben, úgy dönt, hogy hát nem tetszik a virág, megyek, kihúzom, kiírtom és táncolok tovább elég életszerűtlen, és ebből következik az, hogy sokan úgy gondolják, hogy az egész csak egy zöld háttér, egy filmes effekt, hisz azért nem mozdulnak a fa levelei, azért ilyen pocsék a minőség, azért mosódik el a mozgásoknál a kép, azért homályos a haj körüli résznél a kép, mert az egész csak egy nagy kamu, és az igazi Britney Spears vagy kivett egy kis életre szóló szabadságot, vagy valami nagyon nincs rendben körülötte. És az egész Mindent, amit ő feltölt vagy a nyilvánosságnak mutat, csak egy nagy színjáték. Mindemellett készült egy TikTok videó, ez a videó, és vegyük sorra a benne elhangzottakat, amelyek Britney Spears esküvőjét érintik. Felteszik benne a kérdést, hogy miért olyan a videó minősége, mint hogyha egy iPhone 3-assal vették volna fel, miközben elvileg egy profi fotós és videós készítette őket, és nem 20 évvel ezelőtt, hanem egészen pontosan egy évvel ezelőtt 2022-ben, amikor már a 1080 p felbontás lenne a minimum, ezek a felvételek pedig, mintha egy kaputelefonnal készültek volna. Felteszik azt a kérdést is, hogy miért nincs róla több felvétel? Miért csak egy videót és két képet láthatunk a világ egyik leghíresebb érekesnőjének az esküvőjéről? Ez a táncolós esti felvétel is olyan, mintha egy 1990-es kamerával vették volna fel az egészet, és ezen kívül még tényleg nagyon sok kérdés van, amelyek tényleg apróságok, de hogyha jobban megfigyeljük, az egész tényleg nagyon furcsa képet rajzol ki így összességében. Ebben a videóban például azt fejtegetik, hogy Britney spears a saját esküvőjén egy robot, egy mesességes intelligencia által hajtott klón váltotta fel. Azt magyarázzák, hogy itt Britney keze, mintha átlátszó lenne, Átlátszik a kezén a férje fekete öltönye. Az egyik nőnek itt baloldalt az esküvőn nincs lába, mint hogyha hiányozna a lába. Britney, mint hogyha nem is Britney lenne, teljesen más az arca. Ezen kívül vannak még olyan videói az Instagramján, amelyeket, mint hogy egy teljesen más női hang szólalna meg. Megmutatom. Santa! És mutatom egy teljesen másik videóban a hangját. I'm here to help you, key number one. Um, so relax, totally relax, lay down, do what you have to do. Most újra mind kettőt megmutatom, egy más What was that truck way up there? Is it some? It is delivery. Oh, delivery what? I'm here to help you, key number one. Um, so relax, Továbbá itt van még ez a videó, amelyben egy effektet, egy ilyen beauty filtert húznak rá egy képre, amelyen Britney is szemláthatóak. Először is az egyik furcsaság, hogy Britney arca, mint hogyha el lenne torzulva, mint hogyha nem is ő lenne, valamint hogyha összehasonlítjuk egy másik róluk készült képpel, akkor szemmel látható, hogy Britney nem ilyen alacsony. Az az ember, az a Britney, aki a baloldali képe látható, az egy fejjel alacsonyabb, mint a jobboldali Britney. Szóval ilyen apróságokról van szó, amelyeket a nézők és persze a lelkes rajongók vettek észre, és mind a mai napig azon agyal az internet egy nagyon nagy része, hogy hová tűnt az igazi Britney Spears. Hát hogyha őszinte akarok lenni, akkor sajnos le kell, hogy romboljam ezt az elméletet, ugyanis nincs itt semmi furcsa. Szándékosan így építettem fel ezt a videót, de ezt már megszokhattátok tőlem, és sajnos vagy nem sajnos, de ahogy elnézem a netet, inkább sajnos, még mindig az igazi Britney Spears szerepel a videókon és a képeken, és el is mondom, hogy miért jutottam erre a következetésre. Haladjunk szépen sorjában. Először is nézzük meg azt a videót, ahol az egyik képkockán, mint hogy egy teljesen más ember szemét, egy teljesen más ember szemöldökét láthatnánk. Sokan írták, hogy ez csak egy olyan filter is, ezt sokan használják, és igen, vannak ilyen filterek, vannak ilyen effektek, de itt nem erről van szó. Letöltöttem az eredeti britney videót az Instagram oldaláról, ezt láthatjátok jobb oldalt, az interneten terjedő videót pedig baloldalt. Hát az történt, hogy valaki az elmélete bizonyításaként megszerkesztette az eredeti britney videót, és ezt kezdte el terjeszteni. Ugyanaz, mint két felvétel, csak az egyik felvételbe, a baloldaliba valaki egy picit belenyúlt. Egészen pontosan ebbe a képpockába, mert amíg az eredeti felvételen ezen a képkockán nem látjuk Britney szemét, addig a baloldali képkockán a szerkesztett felvételen már igen. A többi képkocka teljesen ugyanaz, mint az eredeti videóban, de hát pont az nem egyezik, ami kirobbantotta ezt az elméletet. A háttérben az egyik képkockáról a másikra eltűnő virágok valójában nem virágok, hanem, hanem, és ebben a videóban vágás nélkül is nagyon szépen látszik, ahogy így, így felkapcsolódnak a fények az ablakok előtt, a sövény mentén, itt ebben a lámpában, sőt, még egy ilyen lens flare is megjelenik a képen, a falombja is egy picit sárgásabb lesz, arra is jut egy kis fény. Szóval nem eltűnő virágokról, nem arról van szó, hogy Britney két vágás között hátul kigazolt, hanem csak egy időzítős ház körüli, bár ez inkább villa, villa körüli világításról van szó. Ami pedig az esküvői videót illeti, ez nem egy kézbe beleolvadás, és nem egy zöld háttér, nem egy szerkesztés, hanem csak a gyors mozgás miatt, és a nem megfelelő zársebesség miatt ez a felvétel ez ilyenre sikerült. Ez teljesen normális. Az itt baloldalt látható hölgynek nem tűnt el a lába, nem egy szerkesztési hibáról van szó, hanem csak takarásban van a padok és a székek mögött. És persze, hogy nincs olyan sok felvétel közelről is az ifjú szerelmes párról, mert gondolom szerették volna szűk baráti és családi körben tölteni ezt az egy napot, ha már az egész életüket kamera előtt élik és töltik, akkor legalább ez az egy nap legyen egy kicsit a maguké, és nem a világé az éjszakai felvétel, hát persze, hogy olyan, mint hogyha egy 90-es évekbeli kamerával lenne felvéve, hisz nem mindegyik telefon készít éles fotókat a sötétben. A rendszer felnyomja jó magasra az izó értéket, ami ilyen homályos, szemcsés, borzalmas hangyás képet eredményez. A videók és a képek minőségéről pedig csak annyit, hogy Mark Zuckerberg is rendszeresen posztol olyan képeket és videókat, amelyeket még az arca sem kivehető, olyannyira pixeles az egész, nem mindegyik világsztárt érdekli a tartalmaik minősége, valamint azért valljuk be, hogy nem olyan nehéz ilyen képeket produkálni, mert hiába van egy túlcsmobilod, mobilod, hogyha messengeren küldöd át a képet és onnan mented le, akkor azonnal buktad a minőséget. Britney Spears más hangjára pedig én csak annyit mondanék, hogy egy énekesnőnél hát gyakran előfordul a rekedség, és ebből én nem igazán következtetnék arra, hogy nem is ő szerepel a saját videóin, azért mert az egyik videójában egy kicsit rekedtesebb hangon szólal meg. Ez a kép is egy olyan szerkesztett kép egyébként. Bármi, ami filterekkel, effektekkel van kiegészítve, azt én nem igazán venném bizonyítéknak. Ezen a képen Sam, Britney szerelme se úgy néz ki, mint a valóságban, mert ez az effekt ez kitöltötte a hiányzó homályos részeket. Kettejük magasságbeli különbségéhez pedig én csak annyit tennék hozzá, hogy ezen a képen Britney mezitlábá szem mellett, amíg szemen egy búztalpú cipő van, azért nagy a kontraszt a nyilvánosan fotózott képek és e kép között, mert ezen a jobb jobboldali képen Britney egy elég magas, vastag talpú, magas sargút visel, ami ugye, mint azt tudjuk, bőven tud dobni egy nő magasságán, és ilyen alapon még több részletet és apróságot megvizsgálva, és tovább és tovább vizsgálva, már nem is olyan furcsa mindaz, amiből a rajongók elméleteket gyártottak. És gyártanak még ebben a pillanatban is. Egyébként, és ami szerintem abszolút nem szóló magyarázatra, az maga Britney Spears viselkedése. Sokáig pszichiátrián kezelték, 40 éves koráig gyámság alatt volt. Olyannyira nem volt beszámítható, hogy gyámság alá vonták. A gyerekei nem beszélnek vele, még a telefon sem veszik fel neki, az apja nem beszél vele, és pár hónapos videó, hogy Britney ott törjön egy étteremben, és a, és a férje még szem is ott hagyta pár napja pedig már jegygyűrű nélkül fotózták mindkettőjüket, és mindenki arról beszél, hogy, hogy ez a szemmel kötött házassága is már lehet, hogy véget is ért, csak mi nem tudunk róla. Volt, amikor kopaszra borotválta a haját, és neki támadt egy esernyővel egy őt fotózó paparazzinak, mert elege lett abból, hogy az élete ennyire a kirakatban van. Voltak és vannak hullámvölgyei, és szépen mondva szerintem nem ártana, hogyha a pszichológushoz jár a mind mai napig, mert mert ott valami szerintem nagyon nincs rendben. Valamit nagyon nem tud elfogadni, és, és nem is akarok belemenni, mert ez a videó nem erről szól. Ami a lényeg, hogy Britney Spears él. Igaz, hogy már nem olyan, mint régen, mert a társaság és a gazdagság nem mindenkire van pozitív hatással, és ez az ő példáján is tökéletesen látszik. Nem kell amiatt aggódni, hogy hová tűnt, sokkal inkább a testi, lelki állapotáért érdemes aggódni, mert az korán sincs olyan nagyon rendben. Én hálásan köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Bocsánat újra a hangomért, ez mindig az én hangom. Hamarosan találkozunk egy másik videóban, remélhetőleg már jobb állapotban. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!